Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 12-ére. Eddig úgy éreztük, hogy voltak korlátozások, vagy mások korlátoztak bennünket, vagy voltak félelmek, bizonytalanságok, így saját magunk tettük ezeket a korlátozásokat, és úgy éreztük eddig, nem megy tovább, nem mennek előre az események. Most fordul a kocka, hiszen mától, tehát szeptember 12-éig folyamodnak az események. Lesz mozgás. Ez a folyamat utal a folyóra, a patakra, a vízre, a víz elemére is, tehát ennek is van jelentősége. Vagy lesz egy kiruccanás, ahol víz van, egy patak, egy folyó, vagy egy tó. Ez erőt ad számunkra. De ez a víz lehet egy forrás is, mint például egy belső forrás. Fontos, hogy hallgassunk a belső hangunkra, az intuíciónkra. Amit a víz eleme még jelent, ezek az érzelmek. Nem csak a saját érzelmeinkről van szó, hanem az övéről is, tehát a párkapcsolatról, egy szerelmi témáról. A következő napokban lesz gyógyító erő, ami nem csak a betegségeknél hat, hanem a szerelmi témáknál is itt rendeződik, tisztázódik valami, és kihat a szívünkre egy szívgyógyulás. Javul a helyzet, előre mennek az események, folyamodnak az események, és ez a fontos most, ezen a napon és a következő napokban is, hogy a víz eleme hasson ránk. Vagy felfedezzük a természetben a vizet, tehát a forrást, a patakot, a folyót, a tengerpartot, az uszodát, vagy egy tavat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.